Sziasztok! Eseménydús napon vagyunk túl. A futballházban a családi napot sajnos egy kicsit elmosta az eső, de már rengetegen gyülekezünk itt a Ferencváros elleni mérkőzés előtt, és azt gondolom, hogy az előző mérkőzés miatt van is miért visszavágni a Fradinak. A mai mérkőzésen egy speciális kis csapat fogja a játékosokat a kezdőkörbe kísérni. Mesélnél nekünk erről az akcióról? Igen, hát minden évben megrendezik ezt az európai foci keretein belül ezt az eseményt, amikor az összes NB1-es mérkőzésen a speciális olimpikonok, a speciális versenyzők, akik enyhén és középső sértelmi fogyatékossággal élnek, bekísérik így a bajnokság vége fele a sportolókat. Az összes NB1-es meccsen ez menni szokott, és a mi csapatunkat, a mi iskolánkat, mivel itt vagyunk a Honvéd pályától nem messze, ha van a lakótelepen az iskolánk, ezért erre a mérkőzésre általában a Honvéd meccsre szoktunk járni, ilyenkor ide kérnek fel minket. Itt a olimpikonok között vannak focisták, görkorisok is, mindegyik általában ügyes, sok már volt külföldön is versenyen, úgyhogy hát öröm nekik is, meg nekünk is, hogy el tudunk ide jönni, és le van lehetőség megnézni a meccset. Szuper, mi is nagyon örülünk, hogy itt vagytok, köszönjük szépen! Vagyunk az első játék részen, gólt nem láttunk, egyelőre ezzel az egy ponttal fent vagyunk a dobogón. Meglátjuk, hogy hogy alakul a folytatás. Sajnos két kulcsjátékosunk, a fiatal Vanó Szabó és Kamber is sérülés miatt elhagyta a pályát. Reméljük, hogy ezzel az egy cserével bírni fogjuk. Csak a Kispest! Más mérkőzést láthattunk, rengeteg helyzet, és gólt is sikerült szereznünk, sőt, 0-1-ről jöttünk vissza. Továbbra is harcolunk a dobogóért, csak a Kispest!